közelemről pedig Tétszeri Tamás lesz. Itt pedig egy jó passz a Palánka le Atkinsonnak, aki jól teszi fel a labdát, és ezzel 2-0 az Asénak. Buckingham, Edwin, Frank kintről, jó a hármas. Akkor pillanatokon belül megvan az első három pontos is. Atkinson, Buckingham, Elisad, jó a hármas. A másik tippály az Asénak. Kovács, Elisad, nem lép neki rá. Jó a tripla. Kettőből kettő Elisadnél. Kovács, ez is egy hármas. Bent van. 17-14. Elisad, Rubor, Buckingham. Ott hagyják üresen, jó a kosár. Itt legutóbb. Először középtávoli a pontos. A nyolcadik pontja ez. Edwin még egy ütközés. Benin Sipszó, viszont van Edwin kosár. Méghozzá az első. Grubor. Első a palánkos dobás. Edwin. Atkinson. Kovács Ákos. Edwin. És egy nagy zsákolás. Hatodik pontja. Buckingham. Klobuchar nem ér vissza időben. Hatodik pontját szerzi. Elinszer. Buckingham, jó a passz, és jó a közel is. 10 pontos, Buckingham, Edwin még. Rubor, és betörést válasz, de nem nagyon van hely. A dobása kimarad, Elinszer, de a lepattanó. Edwin. Ez sem jó. Egy újabb Elinszer lepattanó, és egy közeli. Sikeres dobás. Edwin, Ellingsfeld, és azonnal dob, és ez is pontos. 44-42. Buckingham, megy a tripla, kimarad, Atkinson a lepattanó, és kimarad az ittszer Buckinghamtől, de Edwin van jó helyen, és másodszorra. Ezért sikerül a helyére küldeni a játékszer. Atkinson. Buckingham. Edwin. Jó a tempó. Jó a lepörgés, de rossz a dobás. Edwin a lepattanó. Ő viszont jól teszi fel Karadzsic mellett a labdát. 14 pontos, megvárja a többieket, de rendi a passz, először szerzi meg, és Buckingham, neki jó az ittszere. 12 pontos Buckingham, Gulyás, Edwin, a zárás, Edwin még, és nagyon szépen tette fel Borisov mellett a labdát, hátul a gyűrűnek, Taibo, kimarad az ittszer, másodszor viszont bent van. Harmadik pontja Taibónak. Gulyás. Betörés, kiosztás. Edwin. Jó a középtávoli. 19 pontos Edwin. Edwin dobja rá. Jó a tempó. 21 pontos Edwin. Edwin. Jó a passz, és jó a kosár is. Már lehet, hogy dobni akart Edwin, de így lett jó. Elinszfeld. Kiperdül a labda. Beérkezik Gulyás Milán.
közelről első kosarát szerzi, és nem tudja visszaszerezni a labdát, Buckingham vetődik a labdáért, Edwin. Klobuchar nem jut oda, egy dobócsel, ütközés, sima falt volt, de nincs szó, 23 pontos Edwin. Edwin, betörés, ütközés, és ezúttal jó a kosár, és megvan negyedik hibája Karadzsicsnak. Edwin, jó a lepörgés, jó az ittszer. 27. pontja volt Edwinnek. Hutchinson, egy jó passz, és Ellingson zsákolása csökkenti a távolságot a két csapat között. Buckingham, Ellingson, ő is belállt, hármasban jó a tripla. Harmadik triplája Ellingsonnek, 20 pontos ezzel. Először is gratulálok a Kecskemétnek, és tényleg nagyon csalódott vagyok, tehát nem nagyon tudok mit mondani, hiszen tényleg arra készültünk, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, és tényleg úgy gondolom, hogy alaposan felkészültünk. Sajnos Kacsát, Kovács Ákost elvesztettük ott a második negyed környékén, ez nagyon megviselt minket, hiszen egy irányítóval kellett utána tovább játszanunk, és nagyon hiányzott a játéka. Illetve volt tényleg nagyon sok olyan ítélet, ami nem nekünk kedvezett, és ezt nem tudom mire vélni. Ettől függetlenül tényleg megnyerhetük volna ezt a mérkőzést, a védekezésbe jobban koncentrálunk. Tehát nehéz mit mondani, mert nagyon csalódott vagyok, és sajnálom a csapatot, hiszen most a play-offba se sikerült bejutni, és ezen a mérkőzésen is úgy gondolom, hogy mindenki megtett mindent, tehát nem érheti szó a ház elé, hiszen tényleg mindenki küzdött, és kiadta magával a maximumot. Nem volt szerencsénk. Megyünk tovább, úgyhogy ebbe a play-outból most mindenféleképpen 10-ből 10 mérkőzést szeretnénk megnyerni, ez lesz a következő célunk. Gratulálok a Kecskemétnek, sok sikert nekik a kupában hétvégén. Ez a tipikus az egész szezonunk, ugye. Mondjam azt, hogy elnézést kérek Kovács Ákostól, hogy belehajszoljuk a sérülésekbe, hiszen két hete bajlódik az Achillesével, és vállalja a játékot, és a csapatért mindent megtesz. Így játszott Szeged ellen, így játszott Körmenden, a Milos Grubornak a háta, ő is így játszik két hete. Betetőzése volt, mondom, megint a szezonunknak, hogy 6 perc után elvesztettük Ákost. Azért egy ponti Kecskemét ellen nehéz egy irányítóval játszani, ahol főleg mindig 2-3 olyan játékos van a pályán, aki tud bontani az ellenfélben. Úgyhogy egy labdás mérkőzés volt, fordulhatott volna a mi javunkra is. Tényleg bosszantó, hogy a legfontosabb pillanatokban kapjuk a sérüléseket is. És lehet elemezni, hogy hol rontottuk el a pick and roll védéseket, hol rontottuk el az egy-egy védéseket, de ezek a játékosok mindig kiteszik a szívüket a pályára, és mindig az ase mezért hajtanak. Úgyhogy még azt is tudom mondani, hogy én még egy kicsit kalapot is emelek előttük, hogy egy ilyen nagy kudarc után, ami szombaton ért minket, 3 nap alatt így összeszedte magát a csapat, és egy ilyen erős Kecskemét ellen, akinek még a 4 közüttesben is nagyon nagy esélye van szerintem a játékos állományuk alapján a bajnokságban, játszottunk egy ilyen mérkőzést. Köszönöm a szurkolóinknak újfent. Én nagyon bízom benne, hogy kilátogatnak az utolsó 5 hazai mérkőzésre is, egyet megígérhetek, hogy az a csapat se lesz kevésbé harcos és kevésbé olyan csapat, aki nem küzd a pályán. Mindent meg fogunk tenni, hogy ezt a 10 mérkőzést szépen lejátsszuk, és minél több győzelmet arassunk. Köszönöm a szurkolóinknak, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden kosárlabda szerető embernek egész Magyarországon.